Nem csak súlyos baleseteket, de elég komoly pénzbüntetést is kockáztat az az autós, aki akár Magyarországon, akár külföldön vezetés közben mobilozik. Jelenleg az összes európai országban büntetik a telefonálást, csak a tétel más. A rendőrség a közelmúltban szűrte a szabálysértő sofőröket. Új kampányfilmmel figyelmeztetnek a mentők a biztonságos közlekedés fontosságára, a biztonsági öv használatára és a vezetés közbeni telefonálás veszélyeire. Bár lejártnak tűnik a lemez, a téma nagyon is aktuális, olyannyira, hogy még mindig sokan halnak meg évente a magyar utakon ezekből kifolyólag. Egy nemrég készült felmérés szerint a magyarok 40%-a pötyög a volán mögött, minden ötödik telefonozó sofőr csetel vagy posztol a közösségi médiába, esetleg jelentkezik be élőben vezetés közben, sokan pedig még azt sem tudják, milyen szabályok vonatkoznak a vezetés közbeni telefonálásra. A kutatás eredményei alapján a jelenség a nők harmadára és a férfiak felére jellemző, 10-ből 8-an pedig ismernek olyan sofőrt, aki szokott telefonozni menet közben. A városban élők pörgetik inkább a mobilt, a kis településeken élőkre nem jellemző a dolog. A válaszadók 90%-a jelentette ki, hogy lelkiismeret furdalást érez, ha vezetés közben telefonozik, de többségük így is nyomkodja tovább, foglalja össze a pénzcentrum. Nem csak az OMS, a rendőrség is folyamatosan terítéken tartja a veszélyekről szóló üzeneteket. Legutóbb szeptember közepén razziáztak az egész országban. Az egy héten át tartó figyelem az útra nevet viselő tiszpol akció keretében kimondottan a vezetés közben telefonozó sofőröket szűrték. Megyékben is sok szabályszegőt kapcsoltak le, akik tettükkel nem csak maguk, hanem mások testi épségét is kockára tették, a szankciókról nem is beszélve. A rendőrség hangsúlyozza, a balesetek elkerüléséért a legtöbbet a közlekedők tehetnek. Vendég a stúdióban dr. Vajtó Levente, a Megyei Rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Tiszpol akció a legutóbbi, amikor a mobilozás volt, mármint a mobilozás kapcsán a legutóbbi, mert hogyha jól tudom, már volt azóta másfajta tiszpol akció is. Szóval itt mik voltak a tapasztalatok? A tapasztalatok előtt egy kicsit messzebbről indítanék, amiről nem nagyon beszélünk, hogy mi is kell a vezetéshez. Ugye a vezetés az alapvetően fontos, a látás, a hallás, illetve a végtagoknak a koordinált mozgása. Ugye készült egy felmérés, egy érdekes felmérés, amiben adott volt egy zárt versenypálya, egy jármű és több-több szereplő. Arra kérték a tesztben résztvevőket, hogy fáradjanak az autóhoz, legalább ketten üljenek be, haladjanak végig a pályán, miközben beszélgetnek egymással folyamatosan. A szervezők közben pedig váratlan helyzeteket demonstráltak, amit meg kellett oldaniuk. És ugye 100%-os biztonsággal megállapították, hogy itt a forgalmi helyzetek megoldásánál a beszélgetés abban maradt. Ez ugye azért jelentős, mert ugye a figyelembe nem fért bele az sem, hogy még ők egymással beszélgetnek, hanem a forgalmi helyzet megoldására koncentráltak. Tehát, hogy a nők lehet, hogy tudnak több felé figyelni, de azért mégsem. Igen, ebben a helyzetben nem. Ebben a helyzetben nem. Hogyha ezt átültetjük a hétköznapi vezetésre, akkor azt mondhatjuk, hogy a figyelem szempontjából a mobiltelefonozás nem fér bele a közúti közlekedésbe. A mobiltelefonozás alatt akkor mit értünk, amikor konkrétan a fejemhez veszem a mobilt, vagy kihangosítom? Már a kihangosítás sem? Ugye az, hogy kézben tartott eszközt használatát értjük. Nem feltétlenül kell itt telefonhívásokat lebonyolítani, hanem akár egy Viber üzenet, egy SMS, esetleg a közösségi hálókon történő posztolás, megosztás is ugyanebben a kategóriába tartozik. Sőt, hát ha jól tudom, akkor mondjuk 50 kilométernél azért jó pár másodpercen keresztül, hogyha mobilozik az ember, tehát akkor mondjuk az, hogy csetel, az is olyan, mint hogyha vakon vezetne. Így van. Tehát olvashattuk ezt több felmérésben is, hogy több másodpercet vesz igénybe egy rövid válasz megírása a mobiltelefonunkon. Ugye, hogyha utána számolunk 50 km/h, 10-14 métert haladunk másodpercenként. Ez azt jelenti, hogy akkor nem figyelünk az útra. Hogyha ezt bekalkuláljuk, hogy mondjuk egy gyalogátkelőhely mondjuk 6 méter, vagy pedig egy piros lámpa tilos jelzésen át tudunk haladni, akkor tragikus kimenetel lehet. És hát akkor hova tovább, 90 km, illetve 130? Így van. Akkor beszéljünk a tapasztalatokról. Hány autót ellenőriztek egyáltalán, és egyáltalán azokat az autókat ellenőriztek, amelyeket azt látták, hogy mobiloznak?
Itt megyénkben az ellenőrzés során közel 5000 járművet ellenőriztek. Ugye ezt úgy képzelhetjük el, hogy van egy videókamerával felszerelt egységünk minden ellenőrzés helyszínén, akik figyelik, hogy milyen szabályszegést követnek el a járművezetők, dokumentálják, és van egy leállító csoport, akik leállítják végülis a szabálysértést, jogsértést elkövető járművezetőket. Tehát azért megfordulhatna az emberben az, hogy úgyse látnak be az autóba, de akkor belátnak az autóba? Belátnak, igen. És azt kell mondanunk, hogy a demonstratív rendőri ellenőrzés ellenére is ugye 627 jogsértést fedtek fel a rendőreink, az 5000-ből így van, melyből a mobiltelefon ugye 60 esetben fordult elő. Ön egyébként ezt hogy értékeli? 60 az elegendő, kevés. Ugye mindig látjuk ezeket a számokat, csak hát értékelni nem tudjuk. Ugye eredményekről szoktunk beszélni, illetve mindig a kérdés az eredményekről hangzik. Én azt szoktam mondani, hogy ezek nem eredmények, hanem sajnálatos tények. Hogy 60-an használták vezetés közben a mobiltelefonjukat. Országos adatai vannak ezzel kapcsolatban? Hogy mi akkor megyei szinten hol állunk e tekintetben? Országosan a mobiltelefonozók aránya az, ha jól tudom, akkor 1177 esetben fordult elő. Tehát ha azt vesszük alapul, hogy 1177-en nem figyeltek abban a pillanatban az útra, hogy ők mobiltelefont használtak, ez egy rémisztő adat. Van egy másik kérdés is, hogy amikor ülök a lámpánál az autóban, akkor használhatom-e a telefont? Akár telefonálásra, akár pedig, akkor fogalmazunk így, nyomkodásra. Akkor használhatjuk a telefont, azonban szerintem nem javasolt ekkor sem. Akkor sem tudunk figyelni a közlekedési lámpára, vagy pedig egy váratlan megkülönböztető jelzéssel érkező mögöttünk haladó járműre, amire nekünk azonnal reagálnunk kell. Ráadásul fel is tudjuk tartani a forgalmat, ha nem veszük időben észre azt, hogy zöldre vált a lámpa. Milyen büntetési tételei vannak egyébként ennek a szegésnek? Igen, szabálysértésről beszélhetünk. Hát a rendőr intézkedés során több 10 000 forint helyszínbírságot szabhatnak ki a kollégák, vagy hogyha esetleg más szabálysértés is észlelnek, akkor szabálysértési feljelentést is tehetnek. Szabálysértési eljárás lesz ebből, aminek szintén nagy összegű pénzbüntetés a vége. Tud nekünk mondani olyan példát, természetesen név szerint, konkrét adatok szerint, amikor tudva levő volt, hogy egy súlyos baleset, akár egy halálos balesetet is ez okozott megyénkben? Ilyenekről nem tudok példát mondani. Jó. Melyek még azok a figyelmet elvonó tényezők, amelyek még problémásak lehetnek ezen kívül? A statisztikai táblázatban szerepel egy olyan rublika nekünk, hogy evésívás. És megyénkben is fordult elő egy esetben ez. Például kamion vezetők ugye hosszú távokat megtesznek, sokat ülnek a járműben, nagyon sokat töltenek a járműben, és ugye az ebédjüket ott készítik el. Volt például, aki főzött vezetés közben. Igen, és hát azért sokan szerintem gondolnák azt, hogy mondjuk vannak ezek az automata távolságtartó tempomatok, ezeket ugye azért nagyobb biztonságot jelentenek, de hát ennek ellenére hiába mondjuk használjuk ezt, a KRESZ erre nem vonatkozik, és ez nem menti fel az embert, a KRESZ. Hát az ember az nem pótolható a volán mögött. A TISZPOL akció még milyen TISZPOL akciók voltak, és melyek lesznek, hogyha erről még lehet beszélni? Ugye szeptember 26-án volt még egy Edward elnevezésű napunk, amelynek a lényege az volt, hogy az nap 26-án, ez egy teljes európai szintű akcióról beszélhetünk, hogy aznap ne veszítse senki életét Európa közútjain. Szerencsés tény, hogy ezen a napon megyénkben ugye halálos kimenetű baleset nem volt. Akkor ennek mindenképpen örülhetünk, viszont annak nem feltétlenül, hogy volt olyan TISZPOL akció is, ahol azt arra voltak kíváncsiak, hogy alkoholos befolyásoltság alatt áll-e az illető. Igen, ilyen célirányos TISZPOL ellenőrzésünk is minden éven rendszeresen van.
de nem csak Tiszpol ellenőrzés keretében, hanem a megye szinten, megye közútjain hetente találkozhatunk egyszer-kétszer célzott ittasság ellenőrzéssel. Ezek önök úgy, ezt úgy, önök úgy hívják, hogy finn módszer, ugye? Igen, az úgynevezett finn módszerrel. Ennek a módszernek az a lényege, hogy ugye célzottan az ittasság, illetve bódult állapotban történő jármű vezető kiszűrése a cél. Itt nagyjából azt látják a közlekedők, hogy a járművezető megáll az intézkedő rendőr mellett, megfújja az alkoholszontát, és hogyha az negatív, akkor tovább haladhat. Ennek azért egy kicsit mélyebb tartalma van, látszólag ez, azonban, hogyha a kollégák ott szemmel láthatólag olyan jogsértést tapasztalnak, észlelnek, akkor természetesen félreállítják a járművet, és a járművezetővel szemben eljárnak. Egy-egy ilyen akció alkalmával találnak? Igen. Mindig? Igen, az a sajnálatos tény, hogy találunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.